Az eseményt Alsó-Leperden, Dalmand egyik pusztáján is megrendezték egy nappal korábban. A futáson fiatalok és idősek is egyaránt részt vettek. Stamné Juhász Luca, a település polgármestere elmondta, a program célja az volt, hogy összehívják az embereket. Nem az a cél, hogy gyorsan fussunk, az a cél, hogy együtt legyünk és jól érezzük magunkat. Utána kis zene mellett beszélgetünk és eszegetünk. Lányok és fiúk, idősek és fiatalok együtt álltak rajthoz. Volt, aki csak egy kis kör teljesített, mások a nagyobb távot választották. A rendezvény kiváló alkalom volt arra is, hogy az ünnepek során elfogyasztott ételt lefussák a versenyzők. Sokat pihentem, aztán most láttam, hogy van ez a rendezvény, azt gondoltam, hogy eljövök egy kicsit azért mozogni. Ne szaladjanak fel a kilók, minden. Ügyes vagy! Az első három helyezettet érmekkel jutalmazták. Zárásként a résztvevők elfogyasztották a különböző húsokat és a teát.